lehetséges, amikor az atyafiak együtt lehetnek sok helyről. Örülünk annak, hogy azokon a településeken, ahol kedvetestvérrel most már évek óta végezzük a szolgálatot, közöttetek eljöhettünk is évről évre, Isten kegyelméből megtartjuk ezeket a szalmakat, ezeket az évi konferenciát. Szeretnék megköszönni azoknak a testvéreknek, akik ebben segítségül voltak, hiszen nagyon komoly anyagi befektetéssel is jár, és így szeretném megköszönni a kedves Észak-Karolinából a gyülekezetnek a Déli Szilfa Szárt Eli gyülekezetnek, akik most már pár éve, három éve, hogy segítnek nekünk. Mondanám, hogy a költségeket egy részét a hangtechnikára már költöttünk belőle. Testvéreknek csak szeretnék beszámolni, így becsületes. Aztán egy része az étkezés, amikor majd vége lesz, hogy mindenki megebédelje egy egyszerű ebéddel arra, és egy másik része pedig az úti költség hozzájárulás, mert ugye az egész az nem telt ki. De köszönjük szépen az Úrnak és a testvéreknek, hogy évről évre segítünk. És ennyien eljöhettünk, mondanám testvéreim azt, hogy még van a testvéreik, akik utón vannak, különböző technikai dolgok történtek, például Mezőadán, Kisvárda, és arról a részről Döge, és Tornyosmálca, komorói testvéreink reggel időben ott voltak, a busz elindult, hogy elvegye őket, és útközben a sebességváltó tönkre. Hajnalba indultak el, korán reggel egy másik lehetőséget kellett keresni, és egy másik autóbusz miért egy házáló vállalta, az úr áldja meg a sofőrt, és áldja meg azt, aki ezt beben közreműködött, hogy a mi testvéreinket fölvegyék és elhozzák. Lelkileg már le vannak törve a testvéreink, ezért majd mindjárt, amikor imádkozni fogunk az áldásért, akkor majd az imacsokorban testvéreinket is foglaljuk bele, akik úton vannak, hogy felszabadult szívvel érkezzenek meg, és velünk együtt örüljenek. És még arra is megkérlek veleteket egy kis figyelmesség és egy kis testvéri jó indulat legyen bennünk, hogy amikor a testvéreink majd megérkeznek, akkor mivel, hogy ők ezen mentek át, majd engedjük, hogy jöjjenek elő, és esetleg helyet lehet cserélni, akik ülnek, hogy őket leültessük előre. Előre is köszönöm a megértéseteket és a közreműködéseteket.